Zajlanak a nyári építési és felújítási munkálatok Vasadon is. Az aktuális beruházásokról Marton József Zoltán polgármester tájékoztatott. Ezt a beruházást már saját erőből, a saját bevételeink terhére folytatjuk és végeztetjük. Ugye korábban két pályázaton nyertünk a műveletiház felújítására és átalakítására. Mint ahogy mondottam, a saját erőből ez a műveletiház környékét, az utcafrontot, illetve a belső udvart érinti. A szikasztóárkok kiprofilozásáról van, a viakolorétek lefektetéséről, a parkoló kialakításáról, illetve a virágszigetek kiépítéséről, valamint ugyanígy a folytatódik ez az utcafronti felújítás a tájház elé is. Mikor várható a beruházás vége? Beruházás vége augusztus végén. Terveztük, hogy addigra át tudjuk adni a nagy közönségnek, és ezzel szinkronban a robotolozónál szintén folytatjuk még a viakolori munkálatokat, illetve az őszi hónapokra, mint ahogy korábban mondottam, elkészült az urnafal, annak az ünnepélyes átadását is tervezzük. Ez a beruházás mikor összegbe kerül? A két beruházás az kicsivel megharadja a 10 millió forintot.